azonnali megfelelő segítséget kér Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhöz, kérjük továbbítani Kéz Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat nem sokára meg fogják semmit. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Magyarország. A szovjet tankok és légierők támadják Dunaszentellét. A szovjet tankok légierők támadják Dunaszentellét. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Hatásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Világ népei, az ezer éves Magyarország őrtornyain kezdenek kihunni az utolsó lángok. A szovjet hadsereg megpróbál szétzúzni bennünket. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át. Asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Lehet, hogy most szólal meg utoljára az utolsó szabad magyar rá. Világ népei, hallgassatok meg, segítsetek, ne tanáccsal, ne szavakkal, hanem tettel. Ne feledjétek, hogy a szovjet barbár támadását nem lehet feltartóztatni. A következő áldozatot ti lesztek, segítsetek, SOS! Világ népei, az igazság és szabadság nevében segítsetek! A hajó süllyed, a lángok kihunynak, óráról órára sötétebbek lesznek az árnyak Magyarország felett. Halljátok meg kiáltásunkat, nyújtsatok testvéri kezet, mentsetek meg! Segítség! Segítség! SOS! Isten veletek és velünk! Biszku Béla a megtorlásokat irányító egykori belügyminiszter háza előtt tartott néma tüntetést a Jobbik. A helyszínen van kollégánk Herorsolya. Szervusz Orsi, mi hangzott el a demonstráció utáni sajtótájékoztatón? Szervusz, jó estét kívánok! A néma tüntetés nem volt annyira csendes. Többen bekiabálásokkal és sípszóval próbálták meg kihívni ide a ház elé Biszku Bélát. A résztvevők mécseseket gyújtottak itt a háznál, illetve a kerítésen, ez talán jól látszik a háttérben, az 56-os megtorlások áldozatainak emlékére. Ezzel az volt a céljuk, hogy szembesítsék a megtorlásokat irányító volt belügyminisztert az áldozatok lelkével. A Biszku Bélát feljelentő jobbikos képviselő Szilágyi György, illetve a Jobbik
elnöke Novák Előd felháborítónak nevezték azt, hogy a bíróság októberben megszüntette Biszku Béla házi őrizetét, így vele szemben most jelenleg csak lakhelyelhagyási tilalomban élvényben. A két politikus megpróbált becsöngetni a házba, megpróbálták számon kérni, illetve szembesíteni Biszku Bélát a bűneivel, de a kapucsengőre ezúttal sem válaszolt senki a lakásból. Azt nem lehet tudni egyébként, hogy a volt belügyminiszter jelenleg itthon van-e, a házban láttuk néhány szobában a világítást, de ugye a lakhelyelhagyási tilalom azt jelenti, hogy Biszku Béla jelenleg Budapesten szabadon mozoghat. Itt a környéken egyébként jelentős rendőri biztosítás van, több rendőrjárőrt, rendőrcsapatszállító autót, illetve egy rabomobilt is láttunk. Ezt a képviselők szintén felháborítónak nevezték, mert szerintük nem őértük, hanem Biszku Béláért kellene a rendőrségnek rabomobilt küldenie. Jelenleg a rendezvény már véget ért, minden békésen zajlott, rendőrintézkedésre nem került sor. A szót most visszaadom a stúdiónak. Herosolya, köszönjük szépen. Mindenkit üdvözlök, a Jobbik Magyarországért mozgalom újbudai alapszervezete és budapesti szervezetének rendezésében tartandó mai megemlékezésünkön. Üdvözlöm a megjelenteket, üdvözlöm az Új Magyar Gárda tagjait, üdvözlöm a nemzeti érzelmű motorosokat. 1956. november 4-én hajnali 4 óra 15 perckor megindul a szovjet hadsereg általános támadása. 4 óra 30-kor a szovjet hadsereg általános támadásáról Király Béla vezérőrnagy telefonon jelentést tesz a parlamentben tartózkodó Nagy Imrének és utasítást kér. Nagy Imre nem ad parancsot az ellenállásra. Isten áld meg a magyar jókedv erősséggel, nyújts feléje védővár a Bagaméri Lászlótól hallgassuk meg Sík Sándor Egy fiú fekszik című versét. Egy fiú fekszik. Egy fiú fekszik tövében a falnak, akiket legép fegyvereznek, többnyire meg is halnak. Egy fiú fekszik. Pirosan csorog a vére a senki földjére, a járda fekete kövére. A fiú fekszik. Vére már nem is veres. Már megaludt, már nem is emberes. A fiú arca a fölfelé fekszik, elúszik felette egy felhő, és azt mondja, ki lesz, aki megmenekszik. A fiú fekszik, nem mernek körülte sóhajtani a házak, elmegy mellette egy patkány, és azt mondja, gyalázd. Az Ungvári Rádió magát meg nem nevezve budapesti keltezéssel 5 óra 5 perckor közvetíti a Kádár János vezette ellenkormány felhívásait. A mikrofonhoz kérem Potyka bácsit, aki egy vádiratot fog ismertetni velünk. Adjon Isten! Kedves megjelentek, kedves bajtársak! Vádolom azokat, akik valami oknál fogva nem követelik Trianon felülvizsgálatát. Az én nevem Porubszky István, 56-os veterán vagyok. Azért írtam ilyen nagy papírra, mert nagy betűkkel írtam,
mert nem látok jól még szemüveggel se. Életemnek a 82. évét taposom, erőm elfogyott, jövőm nincs. Jelenem tönkretéve. Már szégyen az élet. A régi új szabadkőműves bolsevista uruknak már nyűg az öreg magyar. Tartása nem kifizető. Tönkre kell tenni az egészségügyet, a gyógyszerellátást, hogy pusztuljon az örege. Ezt látom. Nem jajgatok, még őrizgetem romjait ennek a elmúlt 22 évnek. Vádolom a posztszabadkőműves bolsevista, liberális, multinacionális milliárdosokat, a Rothschildokat, a régi új urakat, hogy egy reménytelen koldus magyar életet teremtettek, amelyben ma már él a magyar. Fiatal és erős vagy, de már félsz. Félted a zsíros kenyeredet, nem mersz lépni, pedig addig kellene lépned, amíg van benned isteni szikra akarat, elszántság. Aki elgyávol, arra krajcáros, sivár öregség vár. Vádolom a magyarság tudatos és előre megfontolt romba döntését, a 8 millió abortuszért, ami eltervezett volt a globalizmus szalonképes nemzetírtása. Vádolom az ország érdekeik folyamatos elárulását, a nemzeti vagyon galád lenyúlásával, mire még a parlamentben is, mert magyar olyan büszke és nemzetképébe röhög. Vádolom az új régi hatalmon levőket, a lelkiismeretét, ha van egyáltalán, mert a legpiszkosabb hazai és a nyugati financtőke adósság rabszabállá tették a tudatosan a magyarságot, ahol nincs helye a nemzeti önérzetnek, ahol az éhedés és az embertelenség korbácsa suhog a magyar feje fölött. Vádolom annak vezetőjét, mert a parlamenti jelenlétükkel álcázzák ezt a posztkommunista, szabadkőműves, liberális parlamenti diktatúrát. Vádolom, mert két évtized alatt nem tudtak egy tisztességes nemzeti egységet kialakítani. Összecsődítgetik a reménykedő koldus magyart, megtapsikoltatják magukat, majd hazaküldik őket. A Duma elszáll, a nyomor marad. Az Árpád-sávos zászló meg tilos. Az egész magyar politikai elit, mert közülük nem tudok megnevezni egyet sem, aki így vagy úgy, de be nem sározta volna magát. Néhány egyházfő, mert az orruk előtt ment végbe 8 millió abortusz. Vádolom az egyházakat, mert nem tudnak büszke lenni rájuk, és irigylem a lengyel népet, mert van egy biztos fogódzójuk a lengyel egyház. A nemzeti egyházfőkkel. Ott ma már nincs médiákban annyi és olyan erkölcsi moslék, mint nálunk. Nincs való világ, nincs fekete pákó, arancsavar, Harry Potter, padödő. Vádolom a két évtized minden magyar politikusát, mert a látóhatáruk a financtőkések alfele volt. Céljuk pedig saját zsebük megtömése. Vádolom azokat, akik 1956-ban géppisztollyal rohangáló gyilkosnak, zsidó gyilkolónak nevezik bent a parlamentben, és nem volt egyetlen egy olyan képviselő,
aki megvédett volna bennünket, sőt, ott ült a Wittner Mária, az áruló, aki magát 56-osnak tartja. Mit csinált 56-ba? Senki nem tudja, csak én. Vádolom azokat, akik a magyar gárda, a Várpácsábos lobogó, Fogyka bácsi, a Jobbik legnagyobb ellensége, és nem a magyarokat kizsigerelő, kiraboló, Európai Unió és a szabad kőműves cionista IMF. Na és ha vádolom magunkat, mert birkák vagyunk, na és ha merünk újra magyarnak lenni, akkor majd adunk a fejüknek 4 pofont, és elzavarjuk mindannyiukat, mint Horthy a nyilasokat. Naponta 100-szor elmondom, hol vagy István király, drága magyar boldog asszonyanyánk, nagy inségben lévén nyújtsd felénk védő karod, mert aljasság és a csalódás az úr az országban. Ha emberi erővel nem megy, segíts Istenem! Ments meg, Uram, minket az örök haláltól, a villámcsapástól, az IMF-től és a szabad kőműves IMF-től, meg az Európai Uniótól. Amen! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Isten áld meg a magyar! Köszönöm. 5 óra 20-kor hangzik el először Nagy Imre rövid, drámai hangú rádióbeszéde a Szabad Kossuth Rádión, amelyet 8 óráig többször megismételnek. Kérem, hallgassák meg Szilágyi Györgyöt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselőjét, a Jobbik budapesti elnökét. Tisztelettel köszöntök mindenkit, hazafiak, barátaim! 1956. november 4-ére úgy ébredt az ország, hogy tele volt reménnyel, tele volt tervekkel. Azt tervezték, hogy majd másnap 5-én beindul a munka, és végre ez az ország saját magának építi azt, amit felépített, saját magának termel, és végre szabadok és függetlenek leszünk. Aztán rá kellett ébredni már korán reggel, hogy ezért meg kell küzdenünk és meg kell harcolnunk. Hiszen az akkori egyik legnagyobb hadsereg újra lerohant a hazánkat, több mint 200 ezer gyalogos és 4600 tank tartózkodott akkor magyar földön, és blokád alá vették a főbb katonai támaszpontokat és a nagyobb városokat. De még ekkor is reménykedtünk. Hiszen reménykedtünk abban, hogy nem felejti el Európa, a nyugati civilizált világ, hogy mit tettünk a történelem során Európáért. Reménykedtünk abban, hogy majd most ők fognak segíteni. Nem fogják elfelejteni, hogy megállítottuk a törököt, hogy a vérünket ontottuk akkor is Európáért. Nem fogják talán elfelejteni, és egy kicsit szégyelik magukat, hogy Trianonban keresztre feszítették ezt az országot, és talán most majd visszaadnak nekünk valamit abból a sok rosszból, amit tőlük kaptunk, és talán törlesztenek valamit azért a sok jóért, amit tőlünk kaptak. De ez nem így történt, hiszen a demokratikus nyugati világ a fülebotját nem mozdította a segélykérésekre. Összeült ugyan az ENSZ biztonsági tanácsa, ahol megbízták az ENSZ főtitkárát, hogy nézze át a magyarországi helyzetet, készítsen egy jelentést róla, és majd utána leülnek és megvitatják. Amikor a magyar hazafiak harcoltak a világ legnagyobb hadseregével szemben, akkor ők leültek, és arra bízták meg a főtitkárt, hogy készítsen egy jelentést, mert ráérnek, még van idő bőven. Hoztak ugyan egy határozatot is aznap, ENSZ békefenntartókat küldtek a Közel-Keletre. Nem Magyarországra, a Közel-Keletre.
Itt voltunk egy karnyújtásnyira, a segítségüket kértük, és nem tettek semmit. Sőt, ugye Kádár János kérte az ENSZ-t, hogy fejezzék be ezt a vizsgálatot, hiszen ők megalakították az új kormányt. És ugye ők ezt komolyan vették. Hát most megkérdezem, ha ma mi megalakítunk egy új kormányt, és arra kérjük az IMF-et, hogy innentől kezdve ne tegye be Budapestre a lábát, vagy Magyarországra, akkor ránk is hallgatnának valószínűleg, biztos nem követnének el semmit. Aztán ugye ezek a külső ellenségek, akik hagyták ezt a forradalmat és ezt a szabadságharcot vérbe folytani. De csak úgy hagyhatták, hogy sajnos megvoltak a belső ellenségeink is, megvoltak a hazaárulók, akik képesek voltak kiszolgálni a Szovjetuniót. Münich Ferenc közli rádióadásban, hogy ő, Apró Antal, Kádár János, Kassa István új kormányt alakítottak. A fasizmus fenyegető veszélye és azok népgyilkos bandái ellen. Ismerősek a szavak? A fasizmus fenyegető veszélye. Az ő örököseik ugyanezt mondják. A fasizmus fenyegető veszélye miatt kell betiltani a magyar gárdát. A fasizmus fenyegető veszélye miatt kell föllépni a demokratikus erőknek, mert ők ma demokratikus erők. Azoknak a gyilkosoknak, azoknak a hazaárulóknak az utódai, a lakájai, a kiszolgálói, akik ma is itt élnek közöttünk, sőt nem csak, hogy itt élnek közöttünk, vígan, nyugodtan élnek, luxus nyugdíjakon, irányítják a politikát, irányítják a gazdaságot, és még mindig ők határozzák meg, vagy akarják meghatározni nekünk, hogy mi demokratikus ebben az országban, hogy gondolkozzunk, mit mondhatunk. Mert sajnos az a helyzet, hogy ma is azt a szabadságharcot vívjuk, amit 1956-ban a hazafiak elkezdtek. Más eszközökkel, más fegyverekkel, de ugyanazt a szabadságharcot vívjuk. Hiszen nincs különbség a között, hogy Szerov, aki az akkori kommunista vezetés tagja volt, azt mondta, hogy meg kell szállni Magyarországot. Mi a különbség a között, amit Simon Peres mondott, fölvásároljuk Magyarországot. Egy és ugyanaz. Ma is azok a gyilkosok, azok a hazaárulók szellemi örökösei szolgálják ki ugyanezeket a hazánkra törő. Nem is tudom, minek nevezzem őket. Ahogy az akkori katonai megszálláshoz, most a föld felvásárlásához asszisztálnak. Az MSZP is, és a Fidesz egy jelentős része is. Most van a földtörvény vitája a parlamentben. Mindenki jól tudja, hogy ez ugyanolyan szabadságharc, mint amit 1956-ban fegyverrel vívtunk. Hogyha a földtörvénynél nem hoz a magyar parlament egy olyan törvényt, amely megvédi a magyar földet, a magyar termőföldet, akkor 2014-ben idejönnek, és egy puskalövés nélkül felvásárolják az országunkat. Azért küzdünk, hogy ez ne történhessen meg, hiszen a céljuk ma is ugyanaz, mint 1956-ban volt. A földünk kell nekik, a vízünk, az életünk, a szabadságunk. Hívhatják ezt az országot Magyarországnak, hogyha nem, a miénk lesz a föld. Onnantól kezdve rabszolgák leszünk a saját hazánkban, ezért kell küzdenünk, ezért is küzdünk, és ezért van minél nagyobb szüksége az egyetlen olyan politikai erőnek, aki bent van a parlamentben, a Jobbik Magyarországért mozgalomnak, a ti támogatásokra. Mert csak együtt és közösen tudjuk ezt a harcot győzelemre vinni. Én hiszek benne, hogy győzni fogunk. Én hiszek benne, hogy a mi generációnknak adatott meg, hogy befejezzük 56 szabadságharcát, és hiszek abban, hogy még megéljük, hogy Magyarország egyszer független, szabad, önálló ország lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Óra 56-kor újabb drámai hangú felhívás hangzik el a Szabadkossuth rádióban. A miniszterelnök kollégáit, a szovjetekkel tárgyaló delegáció tagjait keresi az éter hullámain. 6 és 8 óra között a jugoszláv nagykövetségre érkezik Nagy Imre,
ahol összesen 43 személy kap menedékjogot. Kérem, fogadják szeretettel Rácz Sándort, az 56-os Nagybudapesti Központi Munkástanács elnökét, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnökét. Adjon Isten jó napot! Ilyen kevés magyar él Budapesten. 1956-ban egész Budapest magyarrá vált, mert a forradalom olyan jelszavakat adott a polgárok szájába, szívébe, hogy nem tudta kivonni magát senki alóla. Ruszkik haza! És ez az egy mondat elég volt, hogy idős és fiatal kikeljen az ágyból, és menjen, és tüntessen, és álljon az ifjúság mellé, mert igaz, szabadság nélkül a magyar ember nem tud élni. 1956. november 4-ére gondolunk ma, és azért jöttünk össze, hogy emlékezzünk. November 4-e, november 3-án kezdődött. November 3-án a magyar katonai vezetés és a szovjet katonai vezetés között a délelőtti órákban, 9 óra körül elindult egy tárgyalás, amelyben azt hazudta a szovjet katonai vezetés, hogy kivonják Magyarországról a szovjet katonákat teljes létszámát. És akik a tárgyaláson magyarként részt vettek, élükön Maléter Pál, köszönöm, Maléter Pál akkor honvédelmi miniszter volt, hajlamos volt a szovjeteknek a hazugságát igazságnak elhinni és elfogadni, és megkapta érte a jutalmát. De Maléter közel állt a szovjetekhez, hát 1945-ben szovjet partizánként jött a saját hazája ellen, tehát 56-ig mi változott benne? A lélek az nem változik, az megmarad egy életen keresztül. Én tudom, mert már öreg ember vagyok. No, ez a Maléter Pál a déli órákban megegyezett a szovjetekkel, hogy most abba hagyják a tárgyalást, és este 10 órakor vagy 8 órakor folytatják Tökölön a szovjet katonai parancsnokságnak a területén. Maléterék ezt elfogadták, és mindenki elfogadta, aki ott a környezetben volt. Hinni akarta a magyar nép, hogy valóban egyszer egy tisztességes politika nyilvánul meg a szovjet rémuralom alatt. Nem ez történt. Évszázados, évezredes szokás, hogy az ellenséget becsapjuk hazugsággal, hát most is ez történt. Nem tud leszokni róla a politika, mert arra lett ránevelve. Ha most egy pillanatra eltávolodok a Maléter és a szovjetektől, én mit csináltam 3-án délután az esti órákban? Itt voltam nem messze, ugye a Fehérvári út 70-ben, ott volt a gyár, ahol dolgoztam, és időközben a forradalom alatt odajött hozzám egy ávos százados, és kérte, hogy tartóztassam le. Hát letartóztattam. Cserébe adott nekem egy információt, hogy milyen szovjet katonai erőket mozgósítottak Oroszország területén Magyarország ellen. És ezt a jelentést én elvittem Nagy Imrének, hogy tudjon ő is, hogy nehogy elfelejtse, hogy kivel van dolga. Mert ugye ő is hajlamos volt arra, hogy higgyen a kommunizmusnak, higgyen a szovjet vezetőknek, és ezt az ávost, hogy ne kelljen nekem őrizni,
Elvittem a rendőrkapitányságra a Deák térre. Átadtam a rendőrségnek, épp kézláb, nem bántotta senki. Na most a gondja az volt, nem mert hazamenni ez az ávos, mert a felesége szovjet nő volt, és volt neki egy éves kislánya. Hát akkora nagy ellenforradalom volt, hogy mi élelmeztük a családját. Tehát ezt is tessék meg, hogy mi küldtünk élelmet az ávós családjának, mert nem bántottuk, az ávósokat sem bántottuk. Azt a néhányat, akit közbe bánt, annak nagyon oka volt, és oka lett volna több ezerre, mert az a 27 áldozat, amelyet meglincseltek Budapest utcáin. Az a csoda, azután az élet után, ahogy a magyar pusztították 45-től 56-ig, és pusztítják ma is. Nekünk arra kell vigyázni, igaz, hogy az anyja méhébe beleturkálnak, vegyszerrel, vassal és fémmel, minden eszközzel el akarnak pusztítani bennünket. Magyar nők, ne engedjétek magatokat tönkretenni, mielőtt még édes anyává válnátok. Mert a magyar hazánknak, fiatal, magyar, új nemzedékre van szüksége ahhoz, hogy visszatudjuk foglalni a hazánkat a belső és külső ellenségtől. Mert mindenütt ott van. Visszatérek most. Ja, és haza, elhoztam az ávost, és autóval körbe mentem Budapest egyes utcáin, főleg arra a szovjet követség felé, az írószövetség felé. Megnéztem, olyan csend volt, olyan félelmetes csend volt a városban, hogy mikor visszaértem a gyárba, mondtam a munkatársaimnak, gyerekek, itt baj lesz. Ez a város élő város szokott lenni, most pedig ez a város nem él. Ez a csend riaszt. Tehát nem voltunk benne a nagy véráramlásban, hát egy szerszámkészítő ott a gyárban, a munkástanács tagjaként álltam őrséget a forradalom érdekei mellett. Nos, figyeltük a rádióadásokat, és bizony kezdődött a gond, mert kezdték hívni a tökörre ment küldöttséget, hogy adjon magáról életjelt. Király Béláék, keresték őket. De amikor megérkezett a delegáció tökörre, bevitték őket egy terembe, még le se ültek jóformán, megjelent Szerov, ő volt a titkosszolgálat vezetője és a magyarországi helytartó. Paléteréket letartóztatta, pedig tudta róla, hogy elvtársak, katonak, szövetséges bajtársak voltak. A Varsói Szerződés alapján Magyarország és Oroszország 1956-ban katonai szövetséges volt. Ezt a Szovjetunió figyelmen kívül hagyta, és mint a világ legfélelmetesebb és legnagyobb katonai ereje, indok és ok nélkül megtámadta Magyarországot, akkor, amikor még Magyarországon csak tüntetés volt. 1956. október 23-án elindították csapataikat este 9 órakor Magyarország ellen, holott 9 órakor Budapesten még nem lőtek. De ide érkeztek a szovjetek, és őt nem kíméltek. Senkit sem kíméltek, szétlőtték a városunkat jobban, mint a második világháború alatt. November 4-éhez, tehát még itt a hajnali órákban Nagy Imre magyar miniszterelnökhöz éjfél körül egy román pártküldöttség érkezett, és azzal kénytelen volt leülni Nagy Imre, ezért nem tudta fogadni a király Béla telefonjait.
és a románok pedig azért lettek ide küldve, hogy üljetek le a Nagy Imrével, hogy ne legyen ideje neki odafigyelni, hogy milyen gazságot követünk el. És ebben a gazságban a fél világ egyetértett, jól jegyezzétek meg, kinek nyújtotok kezet a világon, mert a magyar gyilkossága ott van a fél világ akarata 1956. november 4-én. Nem emelte föl a szavát senki, akinek kötelessége lett volna, az se. Jeleneteket rendeztek az endbe, aztán a magyar ügyet elnapolták. Minket pedig hagytak, hogy az orosz tankok beletapossanak az utca kövébe. Nagy Imre tehát tárgyal a román küldöttséggel, és befejeződik a tárgyalás, jelentik Nagy Imrének, hogy megérkezett a jugoszláv nagykövet. Hát mit akar a jugoszláv nagykövet? Hát egész éjjel tárgyaltam. Nem, a jugoszláv nagykövetet fogadni kell. Hát fogadja Nagy Imre, és a jugoszláv nagykövet azt kéri a Nagy Imrétől, hogy úgy döntött a nemzetközi kommunista tábor, hogy jobban járna Magyarország, ha Nagy Imre menedékjogot kérne Jugoszláviától, és mint hivatalos magyar miniszterelnök bemenekülne a magyar parlamentből a jugoszláv követségre, mert az orosz támadás olyan mértékű lesz, hogy ne a parlamentet kelljen szétlőni, és ne a parlamentbe kelljen letartóztatni a kommunista magyar miniszterelnököt, a kommunista vörös hadseregnek. Normális ez a világ, tessék nekem megmondani! Ez csak a hülye házában, a hülyék házában lehet elfogadni normálisnak. És mégis így kell élnünk. Nem csak 56-ban. Ma is hülyét csinálnak belőlünk, magyarokból és az egész világból. Csak nincs ember, aki merne szembefordulni. Pocska bácsi, velem együtt kiöregettél a csatasorból. Leesik a kard a kezünkből. Sajnos. Most kellene 20 évesnek lenni, hogy szétdaraboljuk ezt a szemét világot, amely nem tud egyebet tenni, csak pusztítani a magyart mindenütt a világon. Azért tartottam szükségesnek, hogy Nagy Imrét ebben a percben megemlítsem, mert itt elhangzott egy mondat, a csapatainkról. Nos, a Nagy Imre, tehát tárgyal, megérkezik a jugoszláv követ, kéri, hogy menje. Az is nagyon fontos, hogy nem Nagy Imre találja ki, hanem a nagykövet jön érte, ő viszi el a követségre. Nem így tanítják, de így történt. De közben valami történt. Donát Ferenc, Nagy Imréhez közel álló kommunista politikus 45 után Rákosi titkárságnak a vezetője volt ez a Donát Ferenc. Azért mondom, hogy belső ismerettel rendelkezett, és politikusnak született, jó képességgel rendelkező ember volt. És ő írta azt a kiáltványt, amit legutoljára Nagy Imre a magyar közvéleménnyel tudatott a rádión keresztül. Tehát nem Nagy Imre írja, hogy csapataink harcba állnak, a kormány a helyén van, hanem Donát Ferenc írja. Nagy Imrének nem volt annyi ideje, hogy elolvassa, hogy mit írt, mert a követ rángatta, hogy jöjjön már. Hát itt vannak, nézd, az ablakon már látja, hogy jönnek az orosz tankok. Erre föl Nagy Imre beolvasta, és utána elment a követtel a jugoszláv követségre. Azért tartom szükségesnek, mert ezekből az apró kicsi hazugságokból nőnek a rettenetes hazugságok. Nem Nagy Imre írta a kiáltványt, hanem Donát Ferenc.
mert nem volt igaz, hogy csapataink harcba állnak, és nem volt igaz, hogy a kormány a helyén van. De ez a kommunistáéknál nem jelent semmit, mert kommunistának nem is szabad igazat mondani, csak hazudni, lopni, gyilkolni. Nem tudom az időben, nem tudom. Én itt vagyok ezen az éjszakán a Beloyannis gyárba, és innen figyelem az eseményeket, hallom a Nagy Imre utolsó nyilatkozatát, és hallom a Kádár rendszer bejelentkezését. Nem erre számítottunk, mert Kádárt Nagy Imre szabadította ki a Rákosi, ez is a kommunista Rákosi börtönéből, Nagy Imre szabadította ki a kommunista Kádár Jánost. Hát tessék, megint egy őrültség, ugye? És ez a Kádár János november 2-án eltűnt a magyar parlamentből Münich Ferenccel együtt. De ezt a telefonbeszélgetést, amikor ezt az utasítást kapja Kádár János, illetve nem Kádár kapta, hanem Münich Ferenc Titójéktól, amikor 2-án ott tárgyalt Hruscsov Magyarországról, és ott vitatkoztak Tito és Hruscsov, hogy ki legyen Magyarország új vezetője, akkor a Hruscsov Münich Ferencet akarta, Tito pedig Kádár Jánost. Hát Tito győzött, de a Szerbiából Münich Ferencet hívták föl, Hruscsovék, és azt kérték tőle, hogy vegye maga mellé Kádár Jánost, és megmondták, hogy hanyas számú kapunál várjanak, oda fog jönni egy autó. És jött is az autó, és a két elvtárs beült, és elvitte az autó. Senki nem tudta, hogy hova lettek. Azt hitték a parlamentbe Nagy Imréjék és a környezetük, hogy valakik elkapták és megölték őket, mert hiába kérték, nem jelentkeztek. Holott ők kimentek Tökörre, aztán Moszkvába, és ott várták a döntést. Nem megyek bele, mert hosszú az idő, meg rövid, nem szabad beszélnem, már be kellett volna fejeznem. De még november 4-éről nem is beszéltem. Most arról fogok beszélni. Tehát itt vagyok a gyárba. Ez a gyár egy lapos tetejű gyár. És a 5 óra körül, amikor meghallom a fegyverek zaját, akkor fölmentem a gyár lapos tetejére, és néztem, hogy honnan látom a toroktüzeket, katona viselt ember voltam, néztem, hogy milyen tűzerővel támadják az alvó várost. Hát nem volt senki, aki visszalőjön. Hát pláne nem 20-2000 tank. Hát nem tudsz visszalőni, fapuskánk volt. Hát kézi fegyverek voltak csak. És jött a tűzerő, és jött a tank, és jött az ágyú, és jött a repülő, és bombázott, és lőtt, holott egy alvó város volt. Ha van igazság az világon, akkor ezt a napot a népgyilkosság napjává kellett volna emelni az ESZ-nek. Mert így tetten érhető volt a népgyilkosság. És ölték, és pusztítottak bennünket. Amikor láttam ezt a rettenetes tűzerőt, hulltak a könnyeim, a semmit, nem tudunk mit tenni, mert nincs mivel. Nem lehet szembefordulni, puszta kézzel. Az a halálát jelenti, aki szembe. Hát a tank eltaposta eddig is az ártatlan pesti srácokat. És vártuk, hogy mi lesz a sorsunk. Lehet újra indítani magyar életet ezen a földön? Lehet elviselni ekkora árulást, gyalázatot, nemzeti gyilkolást? Nehezen lehet még ma is válaszolni ezekre a kérdésekre,
de aki ma él, kötelessége, hogy újra meg újra minden november 4-én vádolja a világot, a félvilágot legalábbis azzal a gyilkossággal, amit Magyarországon a magyaroknak el kellett szenvedni, attól az őrült ideológiától, amelyet úgy hirdettek, hogy az emberiség összefogása és abból alapszik majd a világ jóléte, egy szó nem volt igaz, ma sem igaz, ti senkitől ne várjatok jobb életet, önmagatokba bízzatok, dolgozzatok, és a munkátokat ne engedjétek, hogy mások tegyék el, rejtsétek el, dugjátok el a kicsi értékeiteket, mert ha jön az ellenség, újra kirabol benneteket úgy, mint minket számtalanszor, ne adjátok oda a munkátok eredményét, adjátok a gyereknevelésre, adjátok az öregeknek a gondozására, de ne engedjétek, hogy ilyen őrült ideológiák, mint ez a hazug kommunista eszme, újra meg újra megtaposson bennünket. A kommunista eszme itt van Magyarországon, helytartói ott ülnek a magyar parlamentbe, és látod, hiába van ott egy-két jobbikos, aki szívesen kardot fogna ellenük. Nem engedik, törvényekre hivatkozva kiütik a kezéből, és minden magyar kézből kiütik a kardot, megfélemlítéssel, elhallgattatással, ha nem, akkor legyilkolással. Nekünk élni kell a Kárpát-medencébe, és legyen átkozott az, aki csak újját ismeri emelni erre az ártatlanul sokat szenvedett magyar népre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Sanyi bácsi és Fogyka bácsi, itt vannak velünk a Jobbik ifjúsági tagozatának a tagjai. Ők azok, a fiatalok, akik tovább viszik ezt az eszmét, és örülök, hogy itt vannak velünk. Egy tapsot kérek a Jobbik ifjúsági tagozatának. Hét óra 7:30-kor a második szovjet gépesített gárdahadosztály különleges osztaga a HM és a BM elfoglalását követően körülzárja a parlamentet. 8 órakor a parlamentet őrző magyar tisztek és sorkatonák a Kossuth Lajos téren leteszik a fegyvert. A szovjetek megszállják az épületet. A mikrofonhoz szólítom Novák Elődöt, országgyűlési képviselőt, a Jobbik alelnökét. Tisztelt emlékező és követelő hölgyek, urak! Épp itt, a 11. kerületben, mondta Pongrácz Gergely 2003. október 24-én, a Jobbik zászlóbontó gyűlésén, könnyeivel küszködve, elcsukló hangon, hogy nekünk kell továbbvinni azt a szellemiséget, azokat az eszméket, amiért 56-ban olyan sok bajtársuk halt meg. Bízunk benne, hogy ezek a célkitűzések, ezeket a feladatokat, szimbolikusan ezt a lyukas zászlót nekünk már nem kell továbbadni. Mert ezek a célok, az 56-os pesti srácok céljai talán megvalósulnak akkorra, amikor a mi generációnk talán már kényszerülne Fogyka bácsihoz és Sanyi bácsihoz hasonlóan átadni a zászlót, átadni a kardot, hogy a küzdelmet folytassuk. Bízzuk benne, hogy gyermekeinek már nem lesz más dolguk, mint emlékezni. Legalábbis 1956 kapcsán, hiszen, ahogy Pongrácz Gergely bácsi mondta, kimentek a tankok, bejöttek a bankok, ma már máshogy vívjuk. A jövőben biztos, hogy még inkább másképp fogjuk vívni szabadságharcainkat, feladatunk lesz bőven. Ránk vár, sajnos, úgy tűnik, három legfontosabb antikommunista követelésünk megvalósítása, az állambiztonsági múlt, tehát többek között az ügynöklisták feltárása, a kommunista vezető közéletből való kitiltása, és a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, hiszen ezért is fogunk Bicskú Béla házához vonulni.
Természetesen ez csak a három legfontosabb követelésünk volt, hiszen elég arra gondolunk csak azokra a sok egyéb követeléseinkre, miszerint sehol, szerte az országban nincs még elnevezve utca a névtelen pesti srácokról. Vagy stílszerűen a budai srácokról, hiszen itt a Móri Zsigmond közelében, a közeli harcokra is gondolva bizony akár nem csak pesti srác, de budai srácról is kellene utcát elnevezni. Ehhez képest azt látjuk, hogy szerte az országban kommunista propaganda folyik az utca elnevezések terén is. Hogy csak innen a szűkebb hazámból, a 11. kerületből hozzak kevésbé ismert példákat, nem Lenin utcát, Marx utcát, és sorolhatnánk a leginkább elharapódzott példákat, de itt vannak bizony számos olyan utca, akiknek több mint 20 évvel a rendszerváltás után már nem itt lenne a helyük. Akiknek semmi más az életükben nem történt, csak az, hogy hülyen szolgálták az átkos kommunizmust. Itt van például Pór Ernő, a Kun Béla vezette kommunisták magyarországi pártjának alapító tagja, a Szlovák Tanácsköztársaság külügyi népbiztosa. Ő például nem méltó arra, hogy utcát nevezzenek el róla. Ezt persze érezték is a rendszerváltás környékén. És ezért a nevével jelzett 11. kerületi utcát Pór Ernőről Pór Bertalanra nevezték el. Ez azonban jó példája ennek a kisiklatott rendszerváltásnak, módszerváltásnak, ahol Pór Ernő után az egyik kommunista helyett egy másik arra méltatlant illet megtisztelettel, hiszen Pór Bertalan, amire átnevezték ezt az utcát, és amelyről ma is találhatunk itt utcát elnevezve, tehát Újbudán, ő a Tanácsköztársaság hírhet toborzó plakátjainak készítője volt, bizonyára emlékeznek erre. Nem is véletlen, hogy bukások után külföldre emigrált, de persze csak népnyúzó rendszerének újabb eljöveteléig, hiszen 1948-ban itthon főiskolai tanárként folytathatta rendszerének szolgálatát, és róla van a mai napig, például itt a főváros legnagyobb kerületében utca elnevezve. Maradva a legnépesebb 11. kerületnél, újbodai lokálpatriótaként, hadd emeljek szót az ellen is, hogy a marxista Allendéről is park van elnevezve. Az öngyilkosság azt gondolom nem egy pozitív dolog, ezért inkább örüljünk, hogy nincs közünk hozzá, és hogy csilei volt, semmi köze hazánkhoz. Itt is sokkal inkább azokról a pesti vagy éppen budai srácokról kellene utcát elnevezni, akik azonban eddig nem kapták meg ezt a megbecsülést. Tarthatatlan az is, hogy Újbuda egyik, hanem legnagyobb épületének Schönherz Zoltán kollégiuma neve. Illegális kommunista tevékenységén kívül mással nem büszkélkedhet. Nincs nála nagyobb hősünk, tudósunk e téren? Nyilvánvalóan van, azonban erre most nem térek ki. A Schönherz Zoltán utcából itt egyébként október 23-a utca lett mára, az épület átkeresztelése azonban még várat magára. Ahogy itt, hogyha majd elvonulunk, megtekinthetik a Petőfi híd, budai hídfőjének túloldalán, a híd pillérén látható hatalmas emléktáblát, amely öles betűkkel hirdeti a nagy októberi szocialista forradalom emlékét. Ide sem jutottak el még azok a hazafiak, akikkel együtt jó magam is a korábbi években, évtizedekben egyfajta önkéntes társadalmi célú missziót ellátva. Például itt a kerületünkben az Osztyapenko utca utcanév tábláit kellett önkéntesen leszerelnünk és kiszállítanunk a szoborparkba, míg nem az önkormányzati vezetés is megértette, hogy hivatalból át kell kereszteljék ezt az utcát és le kell szereljék ezeket az emléktáblákat. Bizony kötődöm ide a kerülethez, ehhez a parkhoz is, ahol emlékszem, hogy egy politikai elítélt feliratú láthatósági mellényben végeztem közmunkát, amikor 2006. november 4-ének be nem jelentett megmozdulását, Budaházi György pajzsaival való vonulását az én nyakamba varta jobbján a rendőrség, bár elő nem állítottak egyfajta politikai elítéltként. Ide vezettek engem is, biztos sokakat is, akik hasonló akcióval próbálták felhívni a Gyurcsány rezsim törvénytelenségeire a figyelmet. Hiszen amikor forgalmasabb helyeken a járókelők megbotránkozva szemlélték, hogy vannak még politikai elítéltek, akik ilyen öltözékben végzik munkájukat, akkor jobb hiány, miután munkáltatóim ezt a mellényt persze levetetni nem tudták, ilyen elhagyatottabb vagy épp repülőtérre vezényeltek szemetet szedni, ilyen elhagyatott parkok vannak, és ilyen elhagyatott helyeken bújnak csak meg az efféle emlékművek, melyek azt gondolom sokunknak a szívéhez nőhettek az elmúlt években. Nem mondhatnám, hogy évtizedekben, hiszen azóta ilyen emlékművek nem állhatnak. Nem állhatnak évtizedek óta, mint ahogy szerte itt a kerületben is, a Petőfi híd főjének túloldalán is állhatnak ezek a gyalázatos emléktáblák. Természetesen politikai elítéltek, politikai áldozatok,
elsősorban az átkos szocialista rendszerben voltak. De a Gyurcsányféle rezsimben is voltak bizony politikai elítéltek. Gondoljunk csak arra, hogy a magyar történelemben mikor állították elő egyetlen egy nap alatt a legtöbb magyar embert. Mikor volt ez? Talán 1956-ban valamikor? Nem. Talán 2006-ban? Még akkor sem. 2009. július 4-én. Ez a magyar bajtársiasság napjaként, a történelemben ívódott nap az, amikor a magyar történelemben a legtöbb előállításra 216 gárdista, vagy velük szimpatizáló derék magyar hazafi előállítására került sor. Hiszen politikai elítéltek bizony vannak tömeges számban, akik akár a mai napig kell fizessék ezeket a bírságokat. Bizony vannak politikai elítéltek, de vannak itt ennél a Memento emlékműnél, ki kell mondjuk, halálos áldozatok is bőven. Azért is fogunk Biszku Béla rózsadombi házához menni, mert rá szeretnénk világítani, a mécsesekkel szimbolikusan is meg szeretnénk világítani azoknak az áldozatoknak a lelkét, akikkel szembe kellene, hogy nézzen Biszku Béla, az 1956 utáni megtorlások egyik vezéralakja, aki csak azért kap ma több százezres nyugdíjat, mert ilyen tisztséget töltött be. Ha holmi tisztességes munkát is végzett volna, ki tudja, tám végzett is életében korábban, azért kapja meg az őt megillető nyugdíjat. Az elszámoltatás az legyen egy külön téma. De csak azért, mert valaki mondjuk 56 után több fizikai megsemmisítésre adott utasítást egyfajta tömeggyilkosként, ezért nem kellene, hogy több százezres luxus nyugdíjjal jutalmazzák. Ezért is vonulunk Biszku Béla házához. Ezért vonulunk oda tüntetni, és ezért gyújtunk ott több száz, körülbelül 400 mécsest, hiszen a legszerényebb becslések szerint is ennyi halálos áldozata volt pusztán a megtorlásoknak. A KSH adatai nyilvánvalóan lényegesen alacsonyabbak a ténylegeseknél, hiszen ebben a 400 főben még egyébként benne sincsenek azok, akiket például agyonvertek. Szerte az országban bármiféle bírósági ítélet nélkül. Körömi Terész kutatásai szerint Egerben 2-3, Veszprémben 2, Salgótarjánban 2, Siófokon is egy szemét vertek agyon, és még ki tudja hány maradt feljegyzetlenül. És bizony a kivégzettek, azaz a felakasztottak adatain túl, itt vannak a sortüzek áldozatai. A sortüzekben agyonlőttek számadatai is álljon itt előttünk. A mosonmagyaróvári sortűzben halált halt 110, a Salgótarjániban 131, a Kossuth-tériben pedig még a mai, máig tartó szépítések ellenére is azért elmondhatjuk, hogy közel 1000 halálos áldozat volt. A kórházban, sebesülésben elhunytak adatai sem állnak rendelkezésre. A szovjetek által utcán és máshol kivégzettekről sincsenek adatok, pedig ők sem a forradalom, hanem ők is a megtorlás áldozatai. Érdemes talán összehasonlítani az 1848-49-es forradalmunkat, szabadságharcunkat, azoknak az követő megtorlásoknak az adatait, hiszen, bár megoszlik a vélemény, hogy 100 vagy 111 főt végeztek ki, mégis messze elmarad attól a hatalmas terrortól, amit többek között Biszku Béla vezetésével folytattak itt szélese hazánkban. Most, amikor fejet hajtunk 56 és 57 hősei áldozatai előtt, akkor bizony meg kell fogalmaznunk követeléseinket is. Mert sajnos nem csak emlékezni jöttünk ki ma ide, és sajnos legfőképp nem emlékezni, inkább emlékeztetni és követelni vonulunk Biszku Béla rózsadombi házához is. Lehet, hogy otthon találjuk, az is lehet, hogy nem. Hiszen már a házi őrizetét is feloldották. Most azonban meg kell fogalmaznunk ezeket a követelésünket. Meg kellett fogalmaznunk ezeket a legfontosabb antikommunista követelésünket. Lehet, hogy már unalomig ismert, unalomig ismételtek a kommunista vezetők közéletből való kitiltása, az állambiztonsági múlt feltárása, a luxus nyugdíjak megvonása, de nem a mi szégyenünk. Ahogy nem a mi szégyenünk az se, ha épp, ahogy így szembenézek, Alfondi Róbert leváltásáért kell szót emelnünk, hiszen bizony szabadságharcainkat ma már máshogy vívjuk. Egyfajta kulturális szabadságharc is, amikor hadat üzenünk ezeknek a provokátoroknak. Nem a mi szégyenünk, hogy ismételni kell akár Alfondi Róbert, akár ma Biszku Béla nevét. Néha pusztába kiáltott szónak tűnik. Itt a mai sokat szidott országgyűlésben joggal szidjuk, hiszen kicsit úgy érzem én is, amikor ezeket ott megfogalmazzuk, ahogy talán érezhették az 1956. november 4-e után tovább harcoló, ellenálló magyar hazafiak.
Emlékezzünk még, hogy 1956. november 4-e és 9-e között különböző helyekről ellenállásra felszólító rádióadások hangoztak el. Dunapenteléről, Vácról, Pest Erzsébetről és azóta sem meghatározott más ellenállási helyekről, utolsó gócpontokból hasonlóan hangozhattak el a Rákóczi adóból, a Csokonai rádióból, a Szabad Rajk rádióból, a Róka adóból. Ezek a utolsó csatába hívó, ellenállásra buzdító szavak. Talán hasonlóan reménytelennek tűnik itt nekünk a nemzeti együttműködés rendszerében ezeket a követeléseinket véghez vinni. Azonban merítsünk erőt az 56-os pesti srácok küzdelmeiből, kövessük példájukat. Ma már nincs szükség ilyen véráldozatokra, mert kimentek a tankok, de bejöttek a bankok. Biszkup Béla pedig ott maradt a Rózsadombon. Hát látogassuk meg, mert nem elég fejet hajtani, meg kell fogalmazni antikommunista követeléseinket is. Köszönöm figyelmüket! Miután a parlamentet elfoglalták a szovjet egységek, 8 óra 7 perckor a Szabad Kossuth rádió adása bejelentés nélkül zene közben megszakadt. Rövid hullámon váltakozva a himnuszt és a szózatot sugározták. Most pedig a kommunizmus áldozatainak emlékművén koszorút helyez el Rácz Sándor, Patrubány Miklós, Bába Szilvia a Jobbik 11. kerületi önkormányzati képviselője, Szilágyi György és Novák Előd. A Széna téren, a Royal szállónál, a Blaha Lujza téren, a Garai utcában, a Tököli úton, a Budaörsi úton, Kispesten, Pestlőrincen, Soroksáron, Pesterzsébeten, a Tűzoltó utcában, a Nagyvárad térnél, a Déli pályaudvarnál és Csepelen a nemzetőrség szembeszáll a támadással. A Korvin köziek súlyos harcokat vívnak az Üllői út, Práter utca, Kisfaludi utca környékén. Mind a szovjetek, mind a nemzetőrök komoly veszteségeket szenvednek. Több száz magyar állampolgárt a Szovjetunióba deportálnak. Kérem, hallgassák meg Bagaméri László előadásában Szentkuti Ferenc, Hőskköltemény a pesti srácról című versét. Vagy 15 sivár tavasz téged, ki ezt a drága életet hazádért így adtad oda, amíg magyar él a földön, nem feledhetnek el soha! Mindenkinek köszönöm a részvételt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom újbudai alapszervezete minden évben meg fogja szervezni itt a megemlékezést november 4-én, ezért már most nagy szeretettel meghívom Önöket jövő év november 4-én a megemlékezésünkre. Hétköznap esetén este 6 órakor fogjuk kezdeni. Most pedig a megemlékezésünk végén énekeljük el a szózatot és a székely himnuszt.
Köszönöm szépen. Arra kérném a jelenlévőket, hogy akinek kocsiban van szabad helye, az vigyen el utasokat a Biszkuházhoz, illetve azt a tájékoztatást adnám, hogy a Biszkuházhoz a Szél Kálmán térről a 11-es